A Mi Hazánk mozgalom tiltakozik az oltási igazolás bevezetése ellen, mert azt diszkriminatívnak gondoljuk, és az alkalmazása egyáltalán nem életszerű. Elfogadhatatlannak tartjuk ugyanis, hogy lehetnek olyan rendezvények, vendéglátóhelyek vagy turisztikai helyszínek, amelyeket csak oltási igazolással lehet látogatni. Álláspontunk szerint mindez diszkriminatív, és ezért elvárjuk, hogy ne legyen Magyarországon kötelező oltási könyv, amivel az emberek szabadságát korlátozzák. Minden veszélyeztetettnek lehetősége van arra, hogy a nyár előtt megkapja a védőoltást, így aki fél a vírus kockázatától, magát beoltathatja, de aki úgy dönt, hogy nem él ezzel a lehetőséggel, álláspontunk szerint semmilyen hátrányos megkülönböztetéssel nem sújtható. A vendéglátó és a turisztikai szektor így is a halál tusáját vívja, ezeknek az ágazatoknak a kegyelemdöfést jelenteni az, hogyha még ezen a nyáron sem működhetnének úgy, hogy a teljes magyar lakosságra számíthatnak látogatóként. Ha megfelezzük, vagy csak korlátozzuk azoknak az embereknek a számát, akik látogathatják ezeket, az újabb gazdasági nehézségeket jelent a szektorban dolgozóknak, és kilátástalanná teszi a kilábalást a jelenlegi nehéz helyzetből. Így is vannak olyan becslések, amik szerint az éttermeknek a 30-40%-a egyáltalán nem fog tudni újra nyitni, így százezrek veszítik el a munkahelyüket, a megélhetésüket és a vállalkozásukat. Ugyanakkor a Mi Hazánk mozgalom örül annak, hogy a kormány végre, hónapokkal azután, hogy mi ezt követeltük, kitolja az üzletek nyitvatartását és a kijárási korlátozás kezdetét is, hiszen az eddigi szabályozás csak zsúfoltságot eredményezett. Továbbra is elvárjuk ugyanakkor a kormánytól, hogy ne zárják le a gazdaságot és hagyják dolgozni azokat, akik dolgozni szeretnének, oldják fel tehát a sportolási lehetőségek korlátozását és engedjék szabályozott keretek között működni az uszodákat, az edzőtermeket, a vendéglátóhelyeket, a mozikat, színházakat és a szolgáltató szektorban dolgozókat is. A Mi Hazánk mozgalom továbbá járványszolidaritási adót vetne ki a koronavírus haszonélvezőire, a gyógyszeripari vállalatokra, a kaszinókra, a multinacionális kereskedelmi vállalatokra és a kommunikációs tech cégekre. Elfogadhatatlannak tartjuk ugyanis, hogy míg magyarok százezrei kerültek rendkívül nehéz helyzetbe, mások most is csak gazdagodnak. A napokban nyilvánosságra került adatok is alátámasztják a Mi Hazánk követelését, ugyanis a felsorolt vállalkozások extra profitra tettek szert a járvány időszaka alatt is. A szolidaritás elve érvényesülne tehát azzal, hogyha kivennék a részüket a védekezésből, ráadásul ezek jellemzően multinacionális nagyvállalatok, míg a nehéz helyzetbe kerültek között túlnyomó többségében magyar mikro- és kisvállalkozásokat találunk.